Halló, Petruska! Hol vagy már? Gyere, gyere! Most fordultam be az utcába. Pár perc és ott vagyok. Endre, gyere már! Folytatnánk a partit! Jó, hát fontos telefonom van. Halló? De ez volt az utolsó, Endre bá. Mi van, ha kiderül? Nem derül ki, csak gyere már, gyere! Nyertem. Márikám, szériában vagy. Nyerő szériában. Aki szerencsétlen a kártyában. Szerencsés a szerelemben. Tudod, Márikám, mi gyakran befejezzük egymás mondatait. Fogadni mernék, hogy... Fogadni? Játszunk tétekben. Endre! Megint függő vagy? Nem ezt akartam mondani. Nekem csak egy függőségem van, drágám, és az... Tudom, és az én vagyok. Csokalom! Sietek, a szobámban leszek. Valaki egy kis harapnivalót? Kérsz valamit? Nem, csak maradj, majd én kiszolgálom magam. Mit üzent? Mármint a hölgy a postán. Olyan jókat beszélgettünk, csak Klárika rájött. Már alig merek Klárika szemébe nézni. Lelkiismeret furdalásom van. Hát ne legyen. Életet mentesz. Érzed ezt? Úristen, égve maradt a sütő? Endre a pácban. Már innét érzem. Biztosan megint az a nő van a dologban. Egy nő? Már egy hete nem kapartam. Nehogy majd Klárika után kelljen kaparni Endrebe, ha megtudja. Nem tudja meg, van apród? Újra és újra fellobbanó szerelem. És ezt te hagyod? Nincs nagy baj, viszonzatlan. Endre állandóan epekedik, a nő rá se hederít. De ki az? Én ebben nem veszek részt. Na, mit üzen a hölgy? Klárika, ez nem az, aminek látszik. Én itt se vagyok. Petruskám, maradsz. Ez itt most egy tettenérés. Bizony. Mit üzen a Fortuna? Semmi biztató. Ígérem, ez volt az utolsó. Az én csacsi öreg Endrém. Endre. Egy pillanat. Hát ezt nem hiszem el. Hát nyertem! Mi a nyeremény? Na. Egy túra bicikli. Endre bá, Fortuna kerekén intézheti majd a bevásárlást. A lottozó szigorúan elkerülve.